Évek óta húzódó problémát oldott meg Dömötör István képviselő. Lakossági kérésre a BKK-hoz fordult, ugyanis a Vajk utcai megállóban óránként csupán 5-ször álltak meg a buszok. Ezek a járatok ráadásul egyszerre érkeztek a megállóba. Dömötör István a BKK-val és Vitézi Dáviddal folytatott tárgyalásaiban egyrészt járatsűrítést kért, másrészt a menetrend észszerűbbé tételét. A közel egy éves tárgyalások végül a kerület számára pozitívan zárultak. Ezeket a járatokat sikerült sűríteni. Addig, amíg a 98-as óránként 6-szor járt, most egyel megemelték, 7-szer fog járni. Ugyanez vonatkozik a 98 erre, és ugye a 193-as az pedig óránként 2-3-szor áll meg. A változások miatt a Vajk utcában február 3-ától óránként 16 alkalommal lehet buszra szállni, olyan járatra, ami közvetlenül a Kökire viszi ki az Erzsébet Béla telep közepén élőket. Nagyon örülök neki, tényleg. Így gyorsan beérek Kőbánya Kispestre, pár perc alatt, és már is mehetek tovább a utamra dolgozni. A képviselő további tervei között szerepel, hogy a Csaba és az Attila utcánál is sűrűbben álljanak meg a buszok. Erre van remény, mert a képviselő elmondta, Vitézi Dávid, a BKK vezérigazgatója arról tájékoztatta, hogy a 200-as e-buszok menetrendjét átalakítják. A gyors járat csak a Reptér és a Köki között áll majd meg, egy másik viszont minden megállóban.